Jövő hét elején tartjuk Minden Szentek ünnepét és a halottak napját. A temetőbe szánt virágdíszeket és koszorúkat a legtöbben jellemzően előre megvásárolják, azonban a választást az időjárás is befolyásolni szokta. Idén többnyire élővirágos sírdíszeket, valamint vágott és cserepes virágokat vesznek a virágüzletekben. Az idei évben még a héten kezdtek el a vásárlók vásárolni a kegyeleti díszeket. Többnyire inkább most az idei évben mondjuk az időjárás is befolyásolja, inkább élővirágos sírdíszeket, cserepes virágokat, vágott virágokat vásárolnak. A tavalyi évhez képest most inkább a élővirágokat részítik előnyben, de most már kezdik keresni a szárazvirágosokat, a selyemvirágosokat és a művirágos koszorúkat, tálakat. A következő napokban várhatóan Békés megyében is megnövekszik majd a forgalom az utakon és a sírkerteknél, ezért szükség esetén a rendőrök segítik majd a közlekedőket. Ők a balesetek és bűncselekmények megelőzésére is fokozottan figyelnek majd. A temetőbe gépkocsival érkezők az ablakokat mindig húzzák fel, és értékeiket ne hagyják az utastérben. A biciklisek mindig zárják valamihez a kerékpárt, és azon se felejtsenek semmilyen értéket. Az idősebbek sötétedés után lehetőleg ne legyenek egyedül, hívta fel a figyelmet Bátkai Miklós, a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztály rendőr alezredese. Ha már kérkeztünk a temetőbe, nem célszerű több nappal előtte kivinni a koszorúkat, gyertyákat a sírra, ezt tegyük meg közvetlenül a látogatások előtt. Fontos dolog lehet az is, hogy az idősek, főleg sötétedés után nem menjenek egyedül a temetőbe, hanem inkább menjenek családtagokkal, rokonokkal. Ha tömegközlekedési eszközön utazunk, akkor is figyeljünk oda értékeinkre, kabát külső zsebére sose adjunk értéket, azt mindig a belső zsebbe helyezzük el, illetőleg amennyiben táska van, zárnunk azt a cipzárt, azon a cipzárt minden húzzuk be. Gyulán 9 temető üzemel, melyek fokozottabb rendbetételét és karbantartását már másfél hónapja elkezdték. A temetők nagy részében belépési és behajtási korlátozás lesz érvényben, ugyanakkor a mozgáskorlátozottak gépkocsival való behajtását biztosan engedélyezik a sírkertekbe. Beléptetési korlátozás fog lenni a temetőkbe nagy részében, tehát behajtási korlátozás. Törvény szerint nekünk kötelességünk biztosítani a mozgáskorlátozottak gépkocsival való bejutását. Ezt fogjuk is tudni biztosítani egy bizonyos pontig, amennyiben megtelnek a temetőn az utak, és megindul a tömeg, tehát lássuk, hogy már most már tömeg van, akkor elnézést kérünk a mozgáskorlátozatok, vagy várakozniuk kell egy kicsit, vagy pedig nem, de nem fogjuk tudni beengedni őket, de igyekszünk, hogy ilyenre ne kerüljön sor. A gyulai Szentháromság temetőben november 1-én közös Minden Szenteki mécses gyújtást is terveznek. Az országos kezdeményezéshez több település, így Gyula is csatlakozott.